Javaslom, hogy folytassuk akkor a konferenciát. Egészségére mindenkinek az ebédet. És a következő előadónk Vekkov Károly, Kolozsvár, Tiszafüred, Trianon és a magyar B-terv hiánya címmel, hogyha jól rögzítettük annak idején a címet, tartja meg előadását. Kérem, Vekkov úr, szemlődésen. Tisztelt konferencia, egy centenárium alkalmából gyűltek önök itt össze, és ha hajlandó. És csak meg szeretném említeni, hogy sok mindent ünnepelhettünk idézőjelben 1918-ban, akár a monarchia összeomlását, de a Szent Istváni Birodalomnak is az eltűntét, mint ahogy meg lehetne emlékezni arról, amiről nem emlékezett meg senki, amikor az osztrák-magyar monarchia kötött fegyverszüneti szerződés Pádovában. A németországit azt felemlegették és megünnepelték, de erről valahogy még nálunk is megfeledkeztek. Köszönöm szépen. De azt is hozzátenném a mai naphoz, hogy kevesen tudják, hogy nem csak a december 1-i nyilatkozatot ünneplik Romániában. Ugyanezen a napon, kevesen tudják, ugyanezen a napon, de a régi naptárszámítás szerint vonult be Ferdinánd király Bukarestbe. Tehát ezt se kellene elfelejteni. És akkor rátérek előadásom címére, Trianon és a B-terv hiánya. Mint köztudott, nagy jelentőségű döntések meghozatalánál elszokás készíteni az első döntés sikertelensége esetére. Egy kicsit arrébb azt hiszem. Még, mert nem látom akkor a szöveget. Sikertelenség esetére egy másik forgatókönyvet. Nem látom a szövegemet, így elnézést. Nem lehet ezt elrébb hozni. Hozzá fordítsuk. Úgy, ez az. Köszönöm szépen. Mondjuk. Tehát elszokás készíteni az első döntés sikertelenség esetére egy második forgatókönyvet, amit B-tervnek szoktuk nevezni. Hogy 1918 második felében miért nem létezett B-terv, ha nem létezett, az máig nyitott kérdés. Úgy tűnik, hogy a döntéshozó politikusok és katonák nem számoltak azzal, hogy elveszíthetik a háborút, mint ahogy senki sem számolt egy olyan radikális végkifejlettel, még a győztesek sem, mint amilyen végül bekövetkezett a békekötéskor. A B-terv hiánya és a trianoni békediktátum végül is Magyarország azon sajátos helyzetére, státuszára irányítják a figyelmet, amelyel a monarchián belül rendelkezett. Szakmai körökben közismert, hogy a birodalmat alkotó két elem a Habsburg Birodalom és az Erdéllyel kiegészült Magyarország politikai vezető rétege a kiegyezés révén próbálta meg konzerválni hatalmát, biztosítani vezető szerepét, jelentős mértékben elfogadva az uralkodó abszolutisztikus hatalmának az érvényesülését. Azonban a látszat ellenére egy valójában aszimmetrikus államalakulat volt, melynek keretében a két fél nem volt egyenlő. Ez tükröződött abban a nagyon sajátos államjegyben jogi konstrukcióban, amelyet lefektettek a kiegyezés statuáló törvényekben. Míg a Habsburg Birodalom beletek kellett törődjön a kiegyezésbe a magyarokkal, a sajátos társállami státusz, a látszólag önálló magyar államiság attribútumainak elismerése fejében, Magyarország le kellett mondjon szuverenitásának számos lényeges eleméről, saját külpolitika és saját teljes értékű hadsereg. Magyarország számára egy olyan rendszert képzeltek el, amely a belpolitikában teljes önállóságot biztosít az országnak, lehetővé tesz bizonyos hatást a külpolitika alakítására, és garantálja a kormányzat alkotmányos ellenőrzését, idézet bezárva. A kiegyezés egy rendkívül bonyolult, ugyanakkor ellentmondásos államstruktúrát hozott létre. Mindkét alkotóállamnak, a röviden Ausztriának nevezett résznek és a Magyar Királyságnak megvolt a saját parlamentje, kormánya, viszont három minisztérium úgymond közös volt, nevezetesen a külügy, a hadügy és a pénzügyminisztérium. Az általuk meghozott döntéseket illetően nem érvényesült a két fél közvetlen ellenőrzése, de egyeztetni kellett a miniszterelnökökkel, miközben valójában a császár kezében volt a végső döntés. A három közös miniszter közül kettőt, a külügyminisztert és a hadügyminisztert közvetlenül a császár nevezte ki, míg a pénzügyminiszter személyét illetően a közös minisztertanács elnöke tett javaslatot, miközben őt is a császár nevezte ki.
Az úzus az volt, hogy a három miniszter közül mindig csak egy lehetett magyar. Az osztrák-magyar monarchia egész történetének során csak három külügyminiszter volt magyar, gróf Andrássy Gyula, majd az első világháború idején kétszer is Burján István, és a világháború végén ifja Andrássy Gyula. A három közös miniszter közül a külügyminiszter számított a legmagasabb rangúnak. Tény, hogy a hadügyminiszter sohasem került ki a magyarok közül. A katonasággal kapcsolatos kérdések, beleértve a személyi kinevezéseket is, mind az uralkodó katonai kabinetjéhez és ugyancsak a császár közvetlen döntésétől függtek. A katonai, de a polgári csúcsintézmények vezetőinek kinevezése a birodalom mindkét részében közvetlenül vagy közvetve tehát az uralkodó kezében összpontosult. Mind a hadügy, mind a külügyi kérdések a két közös, a közöst egyfolytában idézőjelben használom, csak azért, hogy értsük meg, hogy a két államnak a kiemelt minisztériumairól van szó. Miniszter személyén keresztül Ferenc József közvetlen irányítás alatt álltak, amiként közvetve a pénzügyek ellenőrzése is. Hosszú időn keresztül ez a hatalmi koncentráció, a dualizmus fentebb vázolt egyoldalúsága és a kisebb-nagyobb feszültségek, az ellenzéki követelések támasztotta hullámok és hullámvölgyek politikai csatározások ellenére végül is elviselhetőnek és elfogadhatónak tűnt a magyar politikai elit többsége számára. A valójában Ferenc Józsefre szabott kiegyezés, a két fél jogosítványai és a közöttük kialakult kapcsolat sokrétű és nagyon körültekintő szabályozása mellett megőrzött számos olyan abszolutisztikus elemet, amelyek biztosították az uralkodó számára a birodalom mindkét felében a kormányzás kulcsfontosságú kérdései felett az állandó ellenőrzést. Katonai szempontból is rendkívül hátrányos volt a magyarság számára a kiegyezés. A katonapolitika, amely felségjog volt, a katonai kancellária hatáskörébe tartozott. Ott oldották meg a legfontosabb kérdéseket, melyeket előterjesztésük után az uralkodó hagyott jóvá. Ferenc József kezében összpontosult a fontosabb katonai tisztségek betöltése, a hadügyminiszter, vezérkari főnök, stb. Az előléptetések, de tőle függött még a honvédtisztek kinevezése is. A kettős államiság ellenére a birodalomnak egyetlen közös hadserege volt. Mivel Ferenc József nem bízott a magyarokban, a közös hadsereg mellett, ebben vegyesen voltak a birodalom minden részéből persze katonák, a közös hadsereg mellett nem támogatta egy teljes értékű önálló magyar hadsereg létrehozását, hanem csak az osztrák részen rendfenntartó szerepet ellátó Landwehrnek megfelelő honvédséget engedélyezett. A Magyar Honvédelmi Minisztérium hatásköre csupán adminisztratív jellegű volt. A honvédség létszáma, felszereltsége, hatásköre messze elmaradt a közös hadseregétől. Csak 1913 után sikerült Tisza Istvánnak elfogadtatni a honvédség számára a tüzérséget, illetve a műszaki alakulatokat. Hosszú ideig a magyar tisztikar képzése is messze le volt fékezve, minőségi szempontból elmaradottabb volt a közös hadsereg tisztikaránál. A Ludovika is csak a 19.-20. század fordulójától kezdi meg betölteni az őt megillető felsőfogú tisztképzést is biztosító szerepkört. Ugyanakkor a honvédség tisztikarának egy része német volt. Ők a közös hadsereg keretéből kerültek át mindig a honvédséghez. Ha el is tekintünk egy olyan megközelítést, hogy a kiegyezés egész időszakát egy hosszú válságként fogjuk fel, 1918 kétségtelenül és ténylegesen a válság éve volt, és nem csupán katonai szempontból. A válság elmélyülését két személy szereplése döntően meghatározta, és ez a két személy negyedik Károly, illetve Károlyi Mihály volt. Elnézést. Közös vonásuk az volt, hogy mindketten alkalmatlanok voltak a feladatuk ellátására. Károly egy gyenge uralkodó volt, aki idézem hadvezérnek képzelte magát, idézet bezárva. Károly viszont azt hitte magáról, hogy ő az, aki arra hivatott, hogy kivezesse Magyarországot a súlyos helyzetből. Mindketten háború ellenesek voltak, és hatalomra jutásukat követően minél hamarabb véget akartak vetni a háborúnak. Ezen túlmenően mindketten naivak voltak, nem voltak a szószoros értelmében rutinos és bejáratott politikusok, és nem egyszer felcserélték a taktikai kérdéseket a stratégiaiakkal, és nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a szavaknak, mint sem a tetteknek. Ez magyarázza hibáikat és befolyásolhatóságukat, bocsánat. Ugyanis őket az események irányították sajnos, és nem ők azokat. Károly nem volt képes eredményesen működtetni a dualista monarchia mechanizmusát, nem volt felkészülve a politikai és a katonai helyzet kezelésére, és nem tudott úrrá lenni a kialakult helyzeten sem Ausztriában, sem Magyarországon.
királya történt megkoronázása után hibát hibára halmozott, mind káder politikája során, mind kül- és belpolitikai tekintetben. Sorra leváltotta a monarchia addigi vezető garnitúrájának legfontosabb képviselőit, Burján István külügyminisztert, Franz Konrad von Hötzendorf vezérkari főnököt, majd 1917-ben lemondatta Tisza Istvánt is. Azonban rövid időn belül kiderült, hogy csak az elhunyt uralkodó embereire támaszkodhat, így például Eszterházy Móric után Vekerle Sándor harmadszorra lett magyar miniszterelnök, majd Czernin bő egy évi külügyminiszteri regnálása után újra Burján István lett a külügyminiszter. Ám hiába választott Károly az ő szempontjából elfogadhatóbb személyeket, a rendszer a régi volt, a helyzet pedig gyökeresen új. Károly rutintalansága következtében, nem beszélve a rendszer ellenállásáról, számos mondhatni végzetes baklövést követett el. A Sixtus-Parmai hercegféle sikertelen kiugrási kísérlete nemzetközi botrányba fúlt, sőt ennek következménye az volt, hogy 1918-ban a monarchia hadserege német főparancsnokság alá került, és azzal Hindenburg és Ludendorff rendelkezett. Miközben Károly a birodalom mindkét alkotó részét illetően integritáspárti volt, állásfoglalása éppen a birodalom szétesését segítették elő. Károly nem mindig volt tekintettel a birodalom mindkét részének érdekeire. Miközben a birodalom már eresztékeiben ropogott, belpolitikai reformokra szánta el magát, az általános választójogot és a nemzetiségeknek tett engedményeket illetően, azonban ezeket magyar nyomásra végül csak Ausztriában érvényesítette. Magyar tiltakozásra 1918. október 16-i kiáltványában csak Ausztria föderatívát szervezéséről szólt, ami ennek ellenére kihatott a magyar belpolitikai helyzetre, különösképpen a nemzetiségi mozgalmakra. A magyar parlament 1918. október 20-án felmondta a dualizmust, és personál unióra vonatkozó törvényjavaslatot fogadott el. Ugyanakkor megkésve fordult Wilsonhoz, aki válaszában már egészen más alapállást képviselt, mint nevezetes pontjai megfogalmazásakor. 1918. november 1-én 4. Károly felmentette a Károlyi kormányt a neki tett letett eskü alól. 1918. november 13-i Eckart Szaui nyilatkozata, amelyben lemond a magyar államügyek intézéséről, hibás politizálásának volt a betetőzése. Miután József főherceg a király megbízásából Hadik Jánost hiába bízta meg kormányalakítással, az ő sikertelen próbálkozása után Károlyi Mihály kinevezésével Károly végképp megpecsételte a birodalom és főleg Magyarország sorsát. 1918. novemberében sorra kiáltják ki a köztársaságot Ausztriában, Csehszlovákiában, Magyarországon. Ha 1918-ban úgy tűnhetett, hogy Károlyi Mihály a legalkalmasabb ellenzéki a miniszterelnöki székre, ő akkor is csak egy önjelölt politikus volt, aki ugyan látni vélte az országra leselkedő veszélyt, de miközben nem volt képes tenni ellene, ennek ellenére mégis vállalta a miniszterelnökséget. Károlyi valójában a szükséges tulajdonságok hiány valójában alkalmatlan személy volt a miniszterelnöki tisztre. Mindez nem akadályozta meg, hogy 1918. október 22-én a képviselőházban egyenesen fenyegetőzik azzal, amitől állítólag ő maga is félt, a tömegek fellázításáról. Úgy tűnik, hogy helytállóak azok az ellene felhozott vádak, amelyekről Milotai István ír éppen Károlyénak, nem idézem, lábjegyzetben szerepel. Miközben Károlyi politikai felfogása végérvényesen elsodródott a baloldal, sőt a radikális baloldal felé, beleértve Jászit, akivel szellemi azonosságát hangoztatta, ő valójában ezeknek a csoportoknak lett a manipulálható bábja, akik csak ideig óráig fogadták előt. Rövid ideig tartó miniszterelnöksége is bizonyítja, mennyire nem volt képes elképzeléseit megvalósítani, hiszen nem rendelkezett kellő kormányzati tapasztalattal, amihez elégtelen volt a felkészültsége is. De hiával volt a szervezőkészségnek is, amit jól tükröz magának fenntartott külügyminisztérium megkésett 1918. decemberi létrehozása, akárcsak az addig is a külügyek intézése. Az meg egyenesen a sors iróniája, hogy akkor nevezik ki miniszterelnöknek Károlyi Mihályt, aki csak segédlettel tudta elvégezni a jogot, amikor a birodalmi konzuli tanulmányokat is elvégző, majd éveken át diplomataként működő Ifjab Andrássy Gyula, az addigi külügyminiszter, Svájcban éppen diplomáciai tárgyalásokat folytatott az ország érdekében. És ezen közben a hatalomra jutó Károlyi nem tudja, mi történik Európában, főleg Franciaországban, és még decemberben is reménykedik, hogy Párizs
Párizsba utazhat az ország képviseletében, mint ahogy nincs tisztában azzal, hogy mi történik abban az Amerikai Egyesült Államokban, ahonnan ő, a politikus, 1914-ben tért vissza Európába. Naivitásában Károlyi egy legyőzött ország miniszterelnökeként képes volt fontosabbnak tartani a belpolitikai kérdéseket a nemzetközieknél, a demokrácia hiú ábrándját az ország biztonságánál, integritásánál. Jogi tájékozatlanságában nem fogta fel és üdvözölte a wilsoni pontokat, képes volt kiállni a nemzetek önrendelkezési joga mellett és ezt fennen hangoztatni azoknak, akik erre hivatkozva estek neki az országnak minden irányból, hogy kiszakítsanak belőle akkora területet, amekkorára a fantáziájuk és a katonai erejük vitte. Az ország szuverenitását hangoztatva és felrúgva megint csak minden jogi szempontot és törvényes intézményi keretet, hajlandó volt a nagyon is rövid ideig hatalmon maradásért megosztani amúgy is cérna szálon függő hatalmát a nemzeti tanácsokkal, amelyek eleve megkérdőjelezték kormánya jogszerűségét. A megkésett politikai reflexek tipikus példája, hogy csak december 9-én utasította vissza a kormány a gyulafehérvári román nagygyűlésen megfogalmazott nyilatkozatot. Károlyi Mihály és a mögötte állók nem tudták, hogyan kezeljék azt a közjogi helyzetet, amely 1918. október-novemberétől kialakult IV. Károly döntéseinek eredményeként, mint ahogyan a helyzetből következően nem tudták gyorsan hadrendbe állítani azokat az intézményeket, amelyek hivatottak lettek volna képviselni és megvédeni a monarchia kötelékéből kikerült történelmi Magyarországot. Nem tudjuk elhesegetni a gondolatot, hogy valójában Károlyi politikai egyben szellemi vonásainak elegyét éppen kormányának összetétele tükrözi talán a legjobban. És itt azt hisszük, elég csak egy névre utalnunk, Linder Béla. Persze megemlíthetném a számtalan újságírót is, aki felelős politikusként foglalt el a miniszteri zsőjét. A pacifista miniszterelnök, pacifista honvédelmi minisztere helyesnek találta lemondani annak az intézménynek a működtetéséről, nevezetesen a hadseregről, amely egyedül lett volna képes megvédeni azt a háborúból éppen kikerült országot, amelynek vesztesként nem volt a területén egyetlen egy idegen katona sem. Így sikerült lefegyverezni és szélnek kereszteni kárpótlást is fizetve nekik az ország számára akkor létfontosságú katonák 10 és 100 000-eit. Károlyi és kormánya, de különösképpen a már említett honvédelmi minisztere lelkén száradt, hogy hátat fordítva a november 3-i padovai fegyverszüneti egyezménynek, amely Magyarországra éppen úgy vonatkozott, mint az osztrák részekre, kezdeményezték egy újabb és messze végzetesebb fegyverszüneti egyezmény tető alá hozását Belgrádban. François Despere francia tábornokkal. Ezek után mi más következhetett volna, mint a VIX jegyzék és a cseh, szerb és román csapatok betörése az országba. Túl az elégedetlenségen, túl a társadalom elfáradásán, a háború következtében, túl az erőszakos baloldali propagandán és erőszakos nyomulásán, a kérdés, amit meg kell válaszolnunk, mi magyarázza 1918 őszén a magyar politikai elit bénultságát, cselekvésképtelenségét, ha egyáltalán ennek nevezhető. A válasz egyrészt a sajátos kiegyezési konstrukcióban, melyet jól jellemez a három közös miniszter, másrészt a magyarországi közhangulat átalakulásában keresendő. Az 1848-49-es forradalom és a Bach korszakot követően a kiegyezés minden belső fékező vagy átalakítási törekvés ellenére működésképesnek több szempontból még sikeresnek is bizonyult. Magyarország gazdasági fejlődése, polgári átalakulása addig nem ismert arányokat öltött, mondhatni majd minden szempontból. Ezek voltak a boldog békeidők. Nem csupán a rendszerben résztvevők, de még az ellenzékiek is el kellett ismerjék azt, amit saját szemükkel is láthattak, az ország látványos átalakulását. Politikai szempontból is megvolt a kiegyezés hozadéka. Magyarországnak volt felelős kormánya, a kétkamarás parlamentje, ahol nagyon sok, hogy nem mondjuk a legtöbb Magyarországot illető kérdés meg lehetett tárgyalni és megoldani. Ha korlátozott hatáskörrel, az országnak volt honvédsége, sőt honvédelmi minisztere is. Ám az igazi hadsereg, a közös, akár csak a külügy, az Bécsben székelt, és a császár közvetlen befolyás alatt állt, holmi engedélyezett beleszólási egyeztetési lehetőségekkel. Mindezek mellett a további lényegi nemzeti követelések elmaradása, az esetleg nagyobb beleszólási igénye két fontos területet illetően csak ideig óráig foglalkoztatta az ellenzéket, akár csak a magyar társadalmat is. Utóbbi tudomásul vett ezt a munkamegosztást, mondhatni beletörődött ebbe a helyzetbe.
igaza van Gerő Andrásnak, hogy a háború olyan hatalmi vákum, háború végén olyan hatalmi vákum keletkezett, amikor, idézem, a magyar állam egyszerűen nem tudta betölteni azokat a funkciókat, amelyeket egy államnak be kell töltenie, idézet bezárva. Tegyük hozzá, hogy már csak azért sem, mert a kiegyezés korszaka erről leszoktatta. Azt sem szabad szem előtt téveszteni, hogy az eltelt két nemzedéknyi idő alatt a századfordulóra fokozatosan megváltozott a magyar közvélemény jelentős részének viszonyulása Ferenc József iránt. Az idő teltével a kiegyezés eredményeinek hatása alatt az egykori Habsburg császár képe, aki leverte a forradalmat, mindinkább átalakult egy a magyar népről és országról gondoskodó királyá, nem csupán a társadalom és a sajtó egy részében, de még az új süttetű katona folklórban is. Az első világháború végén, a padovai tűzszünet jegyezmény aláírása után kialakult helyzetben, majd utóbb, amikor Magyarország felmondta a dualista rendszert és csak a personáli uniót vállalta, azt is csak addig, amíg a baloldal ki nem kiáltotta a köztársaságot, akkor derült ki, hogy a Bécsben székelő két közös minisztérium hatásköre, információi képzett személyzete hiányoznak Magyarországon, mint ahogy hiányoznak megfelelő számban a két terület magyar szakértői is. A viszonylag kevés magyar vagy magyarnak vélt vagy honos közül, aki két területen tevékenykedett, csak egy rész állt az új magyar kormány rendelkezésére, sokan osztrák oldalon maradtak, és vagy semmit sem vállaltak, mivel birodalmi, illetve közös, azaz nem magyar nemzeti volt az ő identitásuk. És ami legfőképpen hiányzott, az az információ volt Európáról, az Antalt államokról, a szomszédban, de akár az országban fenekedő nemzetiségekről. Kolozsváron a tudós kormánybiztos apát István olyan jász és elveket vallott, amelyeket a nemzetiségek és élükön állók, csehek, szerbek, románok már rég el- és megvetettek. Az Amerikát megjárt Károly Mihály nem tud a pontos Wilson pálfordulásáról, ami közvetlenül érintette a monarchiát, és ugyancsak ő decemberben még hiú reményeket melengett párizsi tárgyalásokról, amikor már Belgrád kapcsán is egyértelmű a franciák Magyarországot és kormányát megvető és elvető válláspontja. Valójában Károlynak csapata sincs, csak az őt áltató alkalmi társai. Külföldre küldött megbízottait nem ismerik el, nem is fogadják hivatalosan, mi több. A franciák szerint neki sincsenek érdemei, csak bűnei. Márpedig a versailles-i legfelső katonai tanácsban ők diktáltak. Miközben Ausztriával valamennyire még hajlandók voltak tárgyalni, Magyarország legalább annyira nem létezett számukra ekkor, mint azelőtt a dualizmus idején, amikor csak is a közös külügyminiszter vagy hadügyminiszter létezett a külföld számára. A kiegyezés politikai konstrukciója most ütött vissza, és Magyarország teljesen el volt szigetelve, meg volt bénítva. Külügyese alig, diplomáciai képviselete egyáltalán, és szélnek eresztett katonák, míg a számba jöhető hadseregben a tisztikar és a kevés vezérkarják egy része német vagy más nemzetiségű volt, és viszonyulás és inkább birodalmi vagy Habsburg párti, mint sem magyar, akikre tehát nem lehetett számítani, nem beszélve az ország kormányáról, a jogi és közjogi kérdéseket fel nem fogó miniszterelnökéről, aki B-tervre nem is gondolt, hanem csak Belgrádra. Köszönöm szépen. És hogyha van kérdés, mikről az kérem. Köszönöm az előadást, és hogyha van kérdés, akkor kérem, föl lehet tenni. Igen. Parancsolj. Beko professzor úr előadásának az elején rögtön felmerült az a kérdés, hogy volt-e alternatíva, tehát itt a Felsőházban tartottunk egy Tisza István emlékülést, és ezért, bár nem korszakom, feltenném azt a kérdést, hogy Tisza István akkor, tehát 1918. októberében lehetett alternatíva. Hogy mi? Tisza István. Mi volt? Nem értettem a kérdést. Hogy lehetett, tehát ez a Mi lett volna a hat című, tehát Tisza István lehetett volna alternatíva. Hát nagyon sokan úgy vélekednek napjainkban is, hogy Tisza lehetett, jaj,
hogy Tisza lehetett volna a megoldás. Ugyan a Rubikonnak most volt egy ilyen száma, hogy mi lett volna, ha, de végül is történészként tudjuk jól, hogy ezzel csak eljátszadozni lehet ezzel a gondolattal. A lényeg az, hogy Tiszát lelőtték. Az biztos, hogy Tisza személyisége eltakart egy csomó más politikust a magyar parlamentből, bár kétlem, hogy olyan nagyon sokan lettek volna. Az biztos viszont, hogy kontraszelektált volt, és nagyon megindult a társadalom egyfele már, mint a liberális baloldal fele, és így kerülhetett Károlyi a Pixisbe, holott ő, a kortársai is tudták, hogy ő valójában mennyire képzett, mennyire ért a dolgokhoz, és milyen az alapállása. Tehát annyira gyökeresen másmilyen volt Károlyi Mihálynak a viszonyulása a magyar társadalomhoz, amelyik egy békebeli társadalom volt. A felesége, Andrássy Kattinka le is írja, hogy ő teljesen elidegedett a saját osztályától. Na most egy ilyen ember kerüljön az ország élére, ez több mint közveszélyes. Tehát mi eljátszadozhatunk ezzel a gondolattal. Tisza István valóban egy rendkívül erős egyéniség volt. Jó lett volna, ha kikerekedett volna egy ugyanilyen erős egyéniség. Én azt remélem, mondom én is így, hogy biztos akadt volna, de a történelem cáfolja ezt. Ennyit tudok csak mondani. Igen, tessék, további kérdés esetleg. Nincsen, akkor köszönöm szépen az előadást, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ez most az utolsó előadás, és egy rövid előadásra készültem. Egy olyan témakörben, amelyről azért néha elgondolkodunk, ez a veszteségek témaköre, és az adatokat dr. Szabó Tibor nyugállományú főorvos társadalomkutató nyomán próbálom interpretálni. Azt lehetne mondani, hogy Babits Mihály szavaival, hogy az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudati a történelmi emlékezet. Hát ami igen távol esik ugye modern korunk olyan kifejezéseitől, mint a high-tech, az új interaktív technológiák, vagy a profit maximálás, nem beszélve az exportorientációról. Történelmi emlékezet. Igen, de hogyha végig gondoljuk, akkor a mi iskolás hallgatóink, tanulóink gyakorlatilag az évfordulókon találkoznak a magyar történelem eseményeivel. Tehát ezen kívül, és esetleg, ha történelem tanár olyan alapos, lelkiismeretes, akkor mélyebben foglalkozik a nagyobb jelentőségű évfordulókkal. Gondoljunk itt március 15-ére, tulajdonképpen október 23-ára. És még lehetne talán sorolni. Tehát ilyen értelemben mondom azt, hogy a történelmi emlékezet, ez azért összességében nem éri el azt a koncentrációt, ami mondjuk bennünket így foglalkoztatna, vagy érdekelne. Ezért is jó, hogy vannak ilyen egyesületek, mint a miénk, aki időről időre azért napjainra tűz ilyen kérdéseket. Egy másik idézetet is engedjenek meg, ez Páskárdi Géza, Miért írunk történelmi drámát címmel, mondta a következőt: honnan tudna az az ember, az a nép, a nemzet, a másik népet, nemzetet becsülni, tisztelni, amelyik nem ismeri, nem becsüli önmagát. Hát pontosan, nagyon szép előadásokat hallottunk arról az útról, ami azért vitte bennünket valamilyen irányba, és hát 18, azt mondjuk 18 távol van. Igen, de azért olyan távol nincs, hogy az elvek ne jönnének végig a történelmen valamilyen módon, ne táplálnák a mostani helyzetet is. Én úgy gondolom, hogy szakítanunk kell azzal az érzéssel és tudattal, hogy a múltunk hogy a patológiaként éljen és legyen bennünk a korábbi politikai értékelések alapján.
Bizonyára tapasztalják, hogy vannak ilyen kísérletek, amikor még mindig egy ilyen fajta beszorítottság érzet vesz rajtunk erőt. A történet, mondjuk meg őszintén, hogy a történettudomány is a hatalmi önkény szublimált alakzata volt 1990 előtt, hát évtizedeken keresztül. Ibsen nyomán azt mondhatjuk, hogy a kultúrával vagy a kulturális antropológiával foglalkozni annyi, mint itt élőszéket tartani önmagunk fölött, gyakran rákérdezve, hogy helyes-e az emberfelfogásunk és világérzékelésünk. Hát 1990-et követően, különösen ugye a mai történelmi helyzetig számtalan új aspektus vetődött föl. Hogyha azokat az időpontokat sorolnám, és itt sorolok néhányat, 1914, 1918, 1939, 45, ugye 48, 56, és mondhatom talán 1990-et is. Ezek voltak azok az időpontok, amikor belekényszerültünk, most idézőjelesen mondtam, belekényszerültünk a történelembe egyáltalán. Azt említette Babits Mihály még, hogy a magyarság minden lázadása sérelmi politika volt, amiben nagyon sok igazság van. Hogyha a hadviselés változásainak összetevőit tekintjük a 20-21. Században, akkor néhány pontot szeretnék kiemelni, de csak ilyen említés szintjén. Az egyik a motorizáció, elektronizáció. Ennek a hatására megváltoztak a sebesség arányai is. Hát nagyon örültem, amikor olyan képeket láttunk, ugye, ahol ilyen első világháborús gépjárműveket mutatott az előadó. Második ilyen pontként említeném a tudományos ismeretek szerkezetét, adatok mennyiségét és minőségét, hát döntően megváltoztak. Nem is csodálhatjuk, hogy a fiataloknak nincs ideje foglalkozni ezek mellett a változó és egyre tornyosuló adathalmazok mögött történelmi eseményekkel. Nem beszélve, hogy ezeken el is kellene gondolkodni, és átérezni a magyarságokat tulajdonképpen. Megváltozott a haditechnika, a hadseregek szervezete, a hadszínterek szerkezete, és nem utolsó sorban a fogalmaink jelentősen átalakultak. Én örültem, hogy többen is érintették, de hát a történelem legmélyebb témája a háború. A győzelmek, vereségek, veszteségek. A katonai veszteségek régebbi osztályozásában a következő fogalmakat találjuk. Elesett, eltűnt, hadifogságba jutott, sebesült, sérült és beteg. Az újabb osztályozása ennek a folyamatnak ugye a betegségek és halálokok nemzetközi kategóriái. Ez az új osztályozási rendszer. Hát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mondok itt néhány elemet, agyhártyagyulladás. Hadd említsem meg, hogy 14, 15, 16, 17, 18 összesen hatot tartottak nyilván egy zászlóalj esetében. Ez csak egy zászlóaljra vonatkozó adatok. Explózió, tehát amikor felrobbant valaki, ez 18-ig összesen 38 főt tartottak nyilván. Fagyhalál összesen egy főt, gondoljuk el. Fejlővés, hát ez egy jelentős szám, itt 14, 15, 16, 17 és 18-at érintve több mint 100 fő volt így nyilvántartva. Gáztámadás egy fő, haslövés 109 fő, himlő 5 fő, lőtsebb 92, malária 3, mellövés 50. Tehát látjuk, hogy nagyon nagy az ilyenfajta konkrét halálozási okoknak a száma. Az adatok hitelesek, mivel egyik kedves ismerősöm, dr. Szabó Tibor, nyugállományi főorvos úr, hát aki nem csak főorvos, hanem társadalomkutató is, az ő adatait próbáltam itt interpretálni. Nagyjából ezt szerettem volna én itt megemlíteni, és most az előadástól egy kicsit távol hadd mondjam azt, és hadd kérjem azt, hogy mindenki, aki előadást tartott, kérném, hogy az e-mail címemre az előadásának a szövegét, ez lehet bővebb is, mint amit elmondott, küldje meg.
a részemre. Szerkeztünk egy kiadványt, ez nem más, mint a folyóiratunk, a Társadalom és a Honvédelem, egyetemi karunknak a folyóirata, és ennek egy külön számát tervezem megjelentetni januárban vagy februárban. Tehát ahogy az anyag összejön, akkor egyből beszerkeztjük, és egy külön számba kívánom megjelentetni az egész anyagot. Ahogy említettem, ez lehet nyilván bővebb is, mint amit az előadások tartalmaztak. Én úgy gondolom, hogy most már a harmadik ilyen nagyobb konferenciánk volt, és nagyon eredményes volt a folyamat. Hát most a 2001-es indulásra gondolok, Csihák elnök úr akkor is nagyon ambíciózus módon, és ebből nem veszített mostanáig, szorgalmazta, hogy legyenek ilyen konferenciánk. Most is sajnálom, hogy az egyetemi hallgatóinkat nem tudtuk elhozni erre a konferenciára. De én úgy gondolom, hogy a tudósításomat, amit a konferenciáról megírok, az nagyon gazdagon visszaadja majd az egész tartalmi mondanivalót. Én mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok, és remélem, hogy találkozunk még ilyen konferenciák alkalmával. Köszönöm szépen a figyelmüket! Hát, hölgyeim és uraim, most itt éppen azt nézem, hogy már csak a holnapi témakörök. Már csak a holnapi témakörök maradtak, és akkor holnap... Igen. Köszönöm szépen itt a már összefirkált papírok között itt eltévedtem. Igen, egy előadásunk maradt ki tulajdonképpen, de ez nem is volt úgy tervezve, hogy... Bocsánat, igazából most kezdődik a délután. Miski Péter, Nisztortinka, Sanc Klára, és én következem. Igen. Köszönöm. Nem tévedtem, mert itt tényleg ki van húzva egy bécsi előadónk lett volna, Éva Mária Bárki, aki nem tudott eljönni a konferenciára, de a délutáni előadások, akkor a névsor Miski Péter, Teleki Mihály és az Erdélyi Románság, Nyisztor Tinka, Pusztina Csángóföld, Moldvai Magyarok a századok során, Sanc Klára Lújza Budapest, Gróf Széchenyi István 1813-ban kinyilvánított vélemény a Habsburg irodalom jövőjéről, és Újvári Zsuzsanna Budapest, Advent a Hargitán, tragikus szerelmi dráma vagy valami más. Én azt hiszem, hogy érdekfeszítő témakörök ezek, és akkor kérem is az első előadót előadásának megtartására. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia, köszönöm szépen a szót. És akkor, ahogy elnök úr is mondta, Teleki Mihály és az erdélyi románság története kapcsolata lesz előadásomnak a témája, amiben bele is kezdek rögtön. Először Teleki Mihály bemutatására törekszem, persze csak röviden, köszönöm szépen. Akiről, mint tudjuk, 1634-ben született Nagyváradon, parciuminemes család leszármazottja, és innen fog majd ő még fiatal korában bekijönni a fejlődelmi udvarba, a II. Rákóczi György udvarába, ahol a postamesteri pozíciót töltötte be pályája kezdetén. Róla még az fontos e tekintetben tudni, és azt is fontos kiemelni, hogy parciumi nemesként nyilvánvalóan testközelből tapasztalhatta egyrészt a
kondominumnak a káros következményeit, káros hatásait, mivel a saját parciói birtokai is megsínlették a török szomszédságot. Másrészt pedig azt is fontos megjegyezni, hogy a térségben ekkora már tapasztalható volt a kevert etnikumú lakosság, tehát magyarok, délszlávok, tehát elsősorban rácok, illetve olávok is éltek ezeken a területeken, tehát ilyen etnikumú jobbágyokkal is rendelkezett felettük is fungált teleki, illetve a teleki család. Teleki kapcsán még fontos azt megjegyezni, mint ahogyan az szintén lehet tudni, hogy 1657-ben részt vett a lengyelországi hadjáratban, Rákóczi kíséretében tért vissza ebből a nagyjából 300 fős csapattal, tehát ő így megúszta azt, hogy a tatárok fogsába kerüljön és a Krimben kössön ki, több más kortársával ellentétben. Itt még Rákóczi mellett állt, vele tartott Ecsedre, az ő közelében maradt, mivel postamesterként ez az egyik fő kötelessége volt. Másrészt pedig a későbbiekben is jelentős szerepet vállalt az erdélyi belpolitikai válság mihamarabbi rendezésében. 1662-ben megszerezte a kővári kapitányságot, kővári főkapitányságot, erre Kemény Simon, Kemény Jánosnak a fia, illetve Kemény János özvegye Lónyay Anna kérték fel lényegében, tehát még az egykori Rákóczi párt fennhatósága alatt lévő területnek az egyik legjelentősebb erődítményének a vezetőjévé vált. Ne felejtsük el, hogy ekkora már az erdélyi határvédelemnek legjelentősebb várai, Lipa már korábban, bocsánat, Betlen idejében, tehát Lugos, Karánsebes már elveszett ekkora, Boros Jenő szintén elveszett, ugye szeptember 2-án, Boros Jenő azért fontos, mivel Teleki itt nevelkedett, lényegében itt volt az ő családi központjuk, majd pedig 1660-ban, mint tudjuk, Várad is elesett, és a következő erősséget, Székelyhidat pedig le kellett romoltatnia az erdélyi fejedelemnek 1664-ben, és így a következő fontos erősség Kővár volt, tehát e tekintetben növekedett meg ennek a térségnek, ennek az erősségnek a jelentősége és a szerepe. Mellette még a következő fontos erősség Huszt volt, a huszti uradalom, amelynek a főkapitányságát 1670-ben szerezte majd meg Teleki. Ez is egy roppant érdekes történet, majd esetlegesen az eladás vége felé kitérek még erre, hogyha lesz erre idő. Illetve 1670 abból a szempontból is fontos, hogy ekkor a februári összegyűlésen nevezték ki Teleki tanácsúrrá, ekkor került a 12 tanácsúr közé, és innentől kezdve tekinthetjük azt, hogy egy olyan jelentős súlyú, jelentős karrierbőrű politikusság kezdett válni az erdélyi fejedelemség történetében, amely mind a mai napig roppant látlan és roppant fontos jelentőségű volt. Teleki kapcsán fontos még megjelenteni a levelezését, ebből majd fogok hozni forrás részleteket, másrészt pedig itineráriumát, amely jelenleg még kiadatlan, majd a majdani disszertációban szeretném ezt feldolgozni. Ez az itinerárium azért lesz majd fontos, mivel egyrészt nyomon lehet követni, hogy merre fele járt Teleki, miért abba az adott településben, miért ott szállt meg, tehát ugye egyrészt nyilván ott voltak az uradalmai, másrészt pedig ezt úgy neveztem el, hogy Telekinek a fejedelmi udvart követő politikája volt az, ami generálta ezeken a területeken a birtokszerzést, mivel megfigyelhető, hogy a legtöbb birtokjához elég közel helyezkedtek el a fejedelmi birtokok, tehát Radnót, Fogaras, Gyulafehérvár, így a fejedelmi udvar közelében Ámbátor saját házában térhetett nyugovóra, ami az ő szempontjából roppant fontos volt majd a későbbiekben. Így van. Tehát az erdélyi román betelepülésről csak röviden szándékozom szólni. Korábbi előadásokról volt már szó, hogy a programot néztem holnapi előadásokban, és lesz majd érintve. Tehát itt az egyik legfontosabb dolog, hogy már a 15 éves háború pusztításai, majd pedig az 1658-as, 63-as, 64-es hatalmi válság idejében jelentős vérveszteséget, jelentős károkat szenvedett erdélyi lakosság meggyengült. Majd a következő dián egy térkép lesz, és itt erről majd még részletesebben fog beszélni. Másrészt pedig a két román vajdaságból zajló bevándorlás, hogy egyrészt már a középkor óta megfigyelhető, elsősorban a törökök megjelenésétől tekintve. Másrészt pedig a 17. században ez egy nagyobb löketet kapott. Itt fontos megemlíteni a két román vajdaságnak az e tekintetben roppant megemelkedett adóterheit, amelyekből kifejezőleg inkább az itteni lakosság a nyugodtabbnak vélt, nyugodtabbnak gondolt, és valóban nyugodtabb erdélyi területekre költözött át, és inkább az itteni terheket viselte, amelyek jóval enyhébbek voltak a Kárpátokon túliakhoz képest.
És akkor itt a már említett térkép. Ezen a térképen az 1658, illetve 1662 közötti török-tatár pusztításokat lehet látni. Hát nagyjából barna színnel jelölt területek kerültek közvetlen oszmán fennhatóság alá. Ez nagyjából a váradi pasalik területét ölelte fel, és itt is jól látható, hogy elvesztek a legfontosabb erdélyi végvárak. Ekkora már a legközelebbi az, ahogyan említettem, Kővár volt, illetve ennek relatíve szomszédságában Huszt, tehát Teleki betöltötte lényegében az erdélyi határvédelem legjelentősebb pozíciót. Ugye a következő az majd a Szamosújvári, illetve Kolozsvári főkapitányság volt, a Kolozsvári főkapitányságot pont ezek után állították fel. És ezen a térképen is látható, hogy a tatár, illetve a török hadak is elsősorban sík területeken igyekeztek mozogni, illetve folyók völgyében. Itt ezeken a területeken többnyire magyar etnikumú, magyar ajkú lakosság élt, tehát itt láthatjuk azt, hogy innen hurcoltak el embereket, itt gyilkoltak meg embereket, illetve arról sem szabad elfeledkezni, hogy több pestis járvány is dúlt ekkoriban Erdélyben, tehát ez is jelentősen csökkentette az itteni lakosság számot, tehát lényegében szabadon hagyott területre költözhettek be több közt a románok is az erdélyi fejedelemség területére. A következő diával pedig megkezdődnek az általam hozott forrásoknak a gyűjteményei. Legelőször az erdélyi országgyűlési emlékekből mazsolázgattam különböző részleteket. Itt többnyire azon adatok figyelhetőek meg, hogy az oláhok költöztek be a korábbi magyar, illetve szászok által lakott falvakra, az ő által lakott területekbe, tehát lényegében az is megfigyelhető, hogy az üresen, ilyen-olyan okból kifolyólag üresen hagyott házakba költözhettek be, egy ideig jelentős adóterhek aluli mentességét is szereztek, tehát roppant kedvező körülmények fogadták őket. Illetve az is fontos, hogy itt az országgyűlési emlékekben elsősorban a tekintetben kerülnek elő a románokkal kapcsolatos törvények, rendelkezések, hogy kezdetben elég nehéz volt alkalmazkodni az erdélyi helyzethez. Tehát tudjuk, hogy románokról van szó, ortodox hitekről, ortodox felekezetekről, akik nyilván nem nagyon szándékoztak volna más felekezetnek, tehát itt elsősorban ugye a korabeli protestáns egyházakat kell elképzelni, nekik adozni, amelyekből folyamatos problémák adottak, és ezekre születtek a különböző törvények, különböző rendelkezések, amelyek végig kísérték a korszakot. Igen. Azt is fontos még megemlíteni, hogy kihangsúlyozták azt is ezekben a rendelkezésekben, hogy idegen vallású emberek megtelepedvén ezekben a településekben nem szándékoztak sem adót fizetni, sem elfogadni az ottani főnek a fennhatóságát, tehát ezekből is jelentős problémák adottak. Másfelől pedig a Tüdös Kinga előadásában már említett Szuki is előtérbe kerül bizonyos rendelkezéseknél, tehát itt is meg lehet azt figyelni, hogy az erdélyek azért igyekeztek meggátolni ezeket a szökéseket, de itt nem csak a román etnikumú jobbágyságra gondoltak, hanem oroszokat írtak, tehát itt nyilvánvalóan elsősorban a Máramoros megyei ruténokra, a ruszinokra kell gondolni, akik szintén ugye Moldvába is menekülhettek, illetve a lengyel korona fennhatósága alá. Következő forrásbázis, az pedig Teleki Mihálynak a levelezése. Itt elsősorban a Gergely Soma által kiadott levelezésekből szemezgettem, illetve még a levéltárban egyelőre kiadatlan forrásokból is majd fogok példát hozni a későbbiekben. Itt az első levélben azt vehetjük sorra, ez még 1658-as, hogyha jól látom, tehát 58 tavaszi ez a forrás, amelyet Telekinek a rokona írt éppen a tekintetben, hogy ugye ekkor a Rákóczi György visszatért mellé a lengyelországi hadjáratból, illetve a törökök elkezdtek ellenük készülődni, tehát már várható volt a törököknek a támadása, és itt pont arról van szó, hogy a törökök elfogták Bornemisza-Katának két jobbágyát, és Bornemisza-Kata pedig igyekszik Telekinél is kiállni, hogy ezeket a jobbágyokat visszakaphassa, visszaszerezhesse a béktől. A következő forrásban pedig a Telekinek a közismert hevességére kaphatunk nyomot, amelyet Vér Juditnak írt. Vér Judit ugye ekkor még nem a felesége, ekkor még jegyben jártak, de már kialakult az a kapcsolat, amely a házassághoz vezetett az ő esetükben. És itt pedig pont azt láthatjuk, hogy
meglépett a kocsis, és e tekintetben pedig tele ki jelentős szankciókat helyez kilátásba, hogyha a kocsis a kezei közé akadna, és itt pedig felajánlja azt, hogy esetleg egy oláhot kellene a kocsis helyére felvenni. A következő pedig már az erdélyi hatalmi válság éveiből lévő forrás, itt született forrás, itt ugye már Apafi van képben. Itt pont azt láthatjuk, hogy Apafi eddigre már ugye lényegében török segítséggel leszámolt a kemény párttal, de a határszélen még ők vannak ott, ők tartják közben ezeket az erősséget, illetve nem szabad elfeledkezni, hogy ekkor még a német, illetve a császári csapatok is megszállás alatt tartják Erdélynek a legfontosabb végvárait, és itt pont azt láthatjuk, hogy Apafi sikeresen fellázította az olá tömegeket, ugye itt a jobbágyi sorban lévő oláokról van szó, akik megakadályozták a kemény pártnak a sikeres előrejutását, és emiatti aggodalmát fejezte ki ebben a levélben Ébeni István. A következő forrásban pedig már azt láthatjuk, hogy az oláhok az adófizetés miatt elégedetlenkedtek, tehát az adószedőket nem túlzott szeretettel fogadták ki, és megtalálgatták az adófizetést, és ebből is jelentős problémák keletkeztek, de ez a korszakban szintén megfigyelhető. A következő levelet, amelyet Bánfi Dénes írt Telekinek, ugye ekkor még nagyon jobban voltak Bánfi Dénessel. Itt pedig azt láthatjuk, hogy a budai vezér követének az inasa szökött meg, és ezt a követet pont az oláhok fogták el, és ebből keletkezik a problematika, hogy mi legyen ezzel a szegény követtel, szegény inassal, bocsánat, aki amúgy lengyel származású, lengyel etnikum, tehát keresztény, de hát mivel a budai pasa udvarához tartozik, ezért őt elvileg vissza kellett dönni a budai pasának, tehát itt is akadhatnak ebből problémák. Sajnos a Teleki levelezésében nem akadtam ennek a lengyelnek a nyomára, hogy későbben mi lett az ő sorsa. Szintén fontos adalék még Telekinek a működésére, az, hogy egy olá vice udvarbíró forma embere van. Itt ugye elsősorban Telekinek a különböző birtokaira kell gondolni, itt ugye kővár van megemlítve, a kővári uradalom. Ugye a kővári uradalomnak a legteljesebb, eddigi legteljesebb feldolgozását ugye Szent Györgyi Mária végezte el az 1970-es években, tehát itt is kiváló források, kiváló urbáriumok felelhetőek, és itt is nyomon lehet követni a jobbágyoknak a nevű alapján, hogy etnikailag merre fele is tartoztak, tehát itt is jelentős a román etnikumnak a részvétele. Na, ez azért egy nagyobb, ezért szerettem volna picit ránagyítani, de ez itt nem sikerült, ezért bocsánatot is kérek. Tehát itt a következő forrás az olá tolvajokról szól. Erről rengeteg forrás megfigyelhető a korszaknak a dokumentumaiban. Itt arról van szó, hogy szarvasmarhát loptak el esetlegesen, és már csak a szarvasmarhának a bőrét találták, meg a húsát már nem. És ez is ahhoz kapcsolódott, hogy ugye románoknak az egyik része, ugye, akik nem telepedtek le, nem váltak rögtön jobbágyá, ők továbbra is igyekezték még ezt a pátszorkodó életmódot folytatni, és ebből kifőleg is problémákat okozhattak, tehát nem tartották be, hogy az adott birtoknak ott van a határa, az adott uradalom adott földesúr alá tartozik, tehát ebből még voltak különböző csetepoték a korszakban, és erre is ez egy jelentős erősítő tényező volt arra, hogy az erdélyi központi hatalom igyekszik ezt a problémát mi hamarabb megszüntetni. A következő forrás pedig már arra utal, szintén Teleki környezetében, szintén kővárat, hogy itt is olá atyafiakkal van együtt, ők részt vesztek a várnak, illetve az erősségnek a mindennapi életében, egyrészt ugyebár mint jobbágyok, másrészt pedig mint katonák, mint szolgáló személyzet, tehát semmifajta etnikai szembenállás itt még abszolút nem figyelhető meg. A következő, és ez már emlékeim szerint az utolsó Teleki levél, amit hoztam, itt pedig már Telekinek a rálátása figyelhető meg etekintetben, tehát itt is arról szól a forrás, hogy oláok átkeltek a vizen, és ott fosztogattak, és ezeket az oláokat valahogyan meg kellene büntetni, hogy elvegyék a kedvüket a további fosztogatásról. Ezt ugye Apafi Mihálynak írta Teleki, és Apafi pedig a válaszában jóvá is hagyta ezt a gondolatot, tehát Teleki szóval kezet kapott a helyzetnek a mi hamarabbi
tisztázására. Itinerárium és népesedéspolitika, tehát az itineráriumot már említettem, miszerint telekinek az itinerárium a kiadatlan. Leggyakoribb tartózkodási helyei ezek ugye kezdeti időszakban hiányosak, tehát 1656-tól indul be ez a szöveg, de nyilvánvalóan kikövetkeztető, hogy a korábbi éveiben Váradon, illetve Borosinen tartózkodott, ezt követően került be a Fejdelmi udvarba, tehát Gyulafehérvárról került, illetve Kolozsvárra, illetve fontos azt is megemlíteni, hogy is könnyen meg lehet ezeket a forrásokat vizsgálni, hogy adott évben, adott helyszínen voltak a különböző országgyűlések, ezeknek Teleki nyilvánvalóan részt vett, tehát itt is behelyettesíthető az esetleges hiány, másrészt pedig a Teleki uradalmaknak a központjai ezek a települések, amelyek láthattak, tehát elsősorban Gennyeszeg, illetve Uszti-Szentpéter kerültek az érre. Ezen kívül még több fejdelmi rendelet és országgyűlési végzés is kiemelte, hogy a korábban magyarok által lakott területekre olávok és rácok költöztek be, ezekre ugye hoztam forrást, úgyhogy, illetve a tanulmányban ezeket jobban ki is fejtettem. Itt az urbáriumokról még röviden néhány gondolat, tehát itt elsősorban a huszti urbáriumokat hoztam, a kéziratban ez szintén jobban ki van fejtve. Azt fontos itt még megemlíteni, hogy az ebben szereplő nevek alapján következtetni lehet az adott település nemzetiségi eloszlására. Ez ugye nem feltétlenül 100%-osan biztos készpénznek vehető következtetés, de ez is már egy jó nyom arra, hogy nagyjából legalább 100% arányosan belőtől legyen az, hogy az adott uradalom területén milyen arányban fordultak elő különböző nemzetiségek, illetve több évből is rendelkezésre állnak adatok, így roppant érdekesen be lehet mutatni az urbárium által említett településeknek az etnikai fejlődését. Tehát 20 kapcsán az első urbárium, amely Telekihez kapcsolódik, az 1671-es, a következő majd 1673-as, illetve a harmadik, illetve a negyedik, az 1685-ös, illetve a 86-os, tehát itt bő két évtizedes ismeretekre is tehetünk szert. Teleki mely végrendeletének egy részlete pontosabban, csak abból a szempontból fontos, hogy ugye hoztam a korábbi roppant heves vérmérsékletű Telekitől azt a bizonyos levelet, miszerint nagyon meg fogja ruházni ezt a kocsist, hogyha még egyszer a közéi közé akad. Itt ebben a végrendeletben kifejti társadalmi hovatartozástól függetlenül, hogy mindenkitől elnézést kér, mindenkinek a bocsánatát kéri, illetve mindenkitől azt várna el, illetve azt szeretnék kérni, hogy a családjait, illetve a családját, feleségét, illetve a gyermekét segítsék meg a továbbiakban is. Röviden gyorsan zárás gyanánt, még végigfutva gyorsan Teleki és a románok kapcsolatán, hogy levelezésben többször is látható az, hogy sor került levélváltásra a két román vajda, illetve Teleki között, ám bátor, arra nem találtam nyomot a levelezésben, hogy erdélyi román, illetve Teleki között sor került volna valami fajta információ közlése, levélcserére. Ez abban a szempontból negligálható, hogy nyilvánvalóan azok a románok, akik Erdélybe települtek, akár Teleki korszakában, akár korábban, ők, hogyha tehetségesek voltak, akkor nyilvánvalóan nemesítést is kaphattak. Ebből kifelé pedig nyilván az erdélyi uralkodó réteghez igyekeztek mi hamarabb hasonlani, tehát magyarrá igyekeztek válni. Itt Tüdős Kinga szintén említett két nemesi családot, ugye a macskásiakat is, illetve a drágfiakat, hogyha jól emlékszem, de ugyanígy megemlíthetőek akár a szalánciak, illetve a közös vegyes házasságokat is meg lehet említeni, tehát a Telekit követő postamester, majd Székely László is román eredetű családból származó édesanyjával büszkélkedhetett. Illetve amit még szintén fontos megemlíteni, hogy az erdélyi románokkal, olajokkal kapcsolatban, miszerint több levél született, és itt pedig a már korábban említett szolgáló, személyzeti pozíciót töltötték be, tehát egyrészt jobbágyok voltak, másrészt hírvivők voltak, harmadrészt pedig katonák voltak, és nagyjából ez a három nagyobb csoport, amiben őket be lehet sorolni. Illetve az urbáriumok alapján pedig Telekinek a fennhatósága alatt lévő birtokoknak az etnikai összetételére is lehet következtetni, és hogy keretesen zárjam az eladásomat, Teleki, ahogyan említettem, Váradon született, Parciumban született, úgyhogy Váradról Várral szerettem volna megköszönni megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen az előadást. Köszönöm szépen az előadást, most még egyszer itt ráerősítek akkor ezzel a mikrofonnal. Igen, hát engem is megérintett, hadd mondjam itt még mielőtt a kérdések lesznek, hogy a Kővár, az atyai dédnagyszüleim laktak Kőváron, és költöztek le később Sarkadra, jöttek át aztán ide Magyarországra, hát így lettünk magyarországiak. Kérdés, fölmerült-e valakiben esetleg? Nincs esetleg rövid hozzászólás valamilyen vonatkozásban? Nem? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ja. Igen, lehet. És felkérem Nyisztor Tinkát, Csángóföld pusztina, moldvai magyarok a századok során című érdekes témakörre. Elnézést, valamilyen oknál fogva szárad a torka. Ja, köszönöm. Tisztelettel köszöntöm az elnök urat, sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Gondolom, hallják a hangomon, de még nem ment el teljesen úgy, hogy ezt még valahogyan összehozzuk. És hát éppen most jutott eszembe, hogy itt a konferenciának a mottoja az 1918, és valahogy mi mindig ilyen kokuktojások vagyunk a Kárpátokon túl. Úgyhogy most azzal kezdeném, tényleg itt jutott eszembe, hogy a pusztinai fiatalok, a gyimesi határnál voltak katonák, és 60 kilométert gyalogoltak odáig, ők védték a román határt, és a bizony a háború alatt több olyan adatközlővel beszéltem pusztinában, én néprajzos vagyok, ugye engedjék meg nekem ilyen adatokat elmondani, de nem sok ez. Több olyan leszármazottól beszéltem, hogy a szüleik a háborúban részt vettek, és mindig az első vonalba kellett harcolnak, illetve a magyarokat előrakták, és a magyarokkal szembeálltak, és úgy tárgyalgattak, mert az első világháborúban még lehetett egyezkedni, most nem lövünk, mert mi megyünk vízéti, várjatok meg. Nekem ezt mondták el, hogy gondolom, hogy nem hazudtak az asszonyok, és olyan is volt, hogy könyörögtek, hogy lőjék le, mert ha visszanéztek volna csak, akkor lelövik a románok hátulról, mert azért két tűz között voltak állítva. És bizony ez még a második világháborúban is számon tartották a csángókat, hogy hová teszik, szóval ők legyenek az ágyuk előtt. Olyan asszonnyal is találkoztam, akinek az édesapja, nem a férje, Magyarországon fogoly volt, azt hiszem Debrecenben vagy Szegeden, és a románok nem akarták megenni, én táplálkozáskutató vagyok, nem akarták megenni a magyar levest, amit itt készült Magyarországon, és megkeresték Cseke Istvánt, aki pusztinai volt, hogy jöjjön és főzzön a románoknak valami ételt a katonáknak, mert nem akarják megenni a levesüket, és akkor azt mondta, hogy ezek a savanyú leves szeretik, nem az édeset, ez nem jó nekik. Ugye ez valahogyan így kapcsolódott a témámhoz, és azért maradt meg bennem. Mondta ez a Ilona néni, hogy nagyon sokat mondta a fogoly tábornok, a parancsnoka, hogy szerette volna, ha ott marad ez vagy itt marad Magyarországon Cseke István, mert hogy ne menjen haza Moldvába, a szerencsétlen nyomorúságba, és hazament, hiszen alig volt 20 vagy 21 éves, de mondta, hogy neki otthon felesége van és gyermekei, és nem maradt Magyarországon. Ennyit 1918. Előadásom címe, a moldvai magyarok a századok során. Ez egy kicsit mintha zavarna. Lehet hallani? Igen. A történelem során Moldvában és Havasalföldön már II. Endre által 1227-ben alapított Milkói püspökség idején is igazolhatóan éltek a szó mai értelmébe vett magyarok. Ám azok a magyarok eredeti csoportok, amelyek Havaselvére, azaz Havasalföldre, Moldvába, az egykori Kunországba, vagy Olténiába és Munténiába vetett különböző időkben és szándékkal a történelem, azoknak híre emléke a 19. század második felében már jobbára csak a helynevekben, a gyérszámú krónikákban, oklevelekben élt. Ezekből kísérhetjük meg rekonstruálni ezt az állapotot, amikor nevezetesen 10-11. Században a Duna jelentette a magyar-bolgár határt.
A téma kiváló ismerője, a mindössze 27 évet élt Mikecs László, aki az először 1941-ben megjelent Csángók című munkájába bemutatja azt a folyamatot, ahogy a magyarság a Kárpát-medence benépesítése közben túlcsordult a Kárpátok gerincén, többek között megtöltötte népességgel a korábban lakatlan gyepüket, Szörényföldjét vagy a Havasalföld északkeleti csücskén lévő ma Szekujén Mignek nevezett kis székely alföld területet. A helynevek a mai Buzau és Práhova megyében is tanúskodnak valamikori magyar lakosságról, mégpedig oly módon, hogy néhányuk teljes bizonyossággal a legrégibb magyar katonai szervezetre, a gyepű rendszerre utal, mint a Les, Kapus, Szemes, Vámos, amik a magyar gyepővezet legkarakterisztikusabb nevei. Mikecs tehát újra fogalmazta a Kárpát-gerincnek a köznyelven ezer éves határnak is nevezett földrajzi egységének a történelmi szerepét. Megállapította, hogy már a régi magyarság ismeretében sem lett volna szabad megállni a magyar gyepű kutatójának a Kárpátoknál. A hegygerincnek, miként a váraknak is csak a 13. századi tatárjárástól lett szerepük az ellenség feltartóztatásába, korábban a síkságon, a folyó völgyekben védekeztek. Moldva középkori magyarságának azonban nem csak az emléke létezik, hanem jelentős hányaduk valóságosnak és valóságosan is megtalálható lakóhelyünkön. Mikecs László meghatározása szerint Csángok azok a falvakban lakó magyarok, akik az összefüggő székely népsziget szomszédságába vagy közelében népük legkeletibb szélein határainkon belül is kívül idegenek, szászok, de főleg románok között élnek. Napjainkban azonban a tudomány Csángoknak nevezi a jelenleg Moldvában, a gyimesi szorosban vagy a barcasságban élő, a történelem során különböző okokból a székelységből kiszakadt népcsoportokat is. Elnézést. A csángok, vagyis a Moldvában élő katolikus magyarok a középkorban a Szent Korona oltalmába éltek, a csíksimjói ferencesek lelki gondozását élvezték, Bákó püspöki székhely volt, ahol a csíksimjói ferencesek kolostort is építettek, hiszen Moldva a magyar király hűbér területe volt, ami nem csak azt jelentette, hogy adót fizettek, hanem minden tekintetben védelemben is részesültek. Amikor a Mohácsi csata után összeomlott a középkori egységes magyar királyság, ez a védelem megszűnt a csángok számára is. A moldvai magyarok magukra maradtak, élőhelyük a politikai és egyházi csatározások szintere lett. A ferencesek az anyaország meggyengülése miatt és a protestantizmus térhódítása miatt nem tudtak elég erőforrás biztosítani Moldvára. Ennek következtében előbb 1611-ben a Bákói püspökség került lengyel irányítás alá, majd 1622-ben a Szentszék Moldvát missziós területén nyilvánította, és döntően olasz nemzetiségű minorita ferencesek, majd jezsuita szerzetesek látták el hivatalosan a hívek lelki szolgálatát. Így módon az ottani magyarok anyanyelven történő lelki gondozása megszűnt. A területen jelenlévő különböző egyházi érdekeltségek egymással is ádázharcot folytattak. Ennek közös eleme a magyar hívők anyanyelvi szolgálatának a megtagadása volt, melynek hivatalosan deklarációja az 1884-ben létrejött önálló jászvásári püspökség lett, így téve hivatalosan befejezette a moldvai magyarság egyházi asszimilációját. Tulajdonképpen ez megpecsételi a moldvai magyarok sorsát, amikor Jászvásáron létrejön az önálló teológia. Moldva magyarsága az ott élő más népcsoportokkal, leginkább oláokkal együtt a 16. században politikailag török fennhatósága alá került, amely alól csak a 1860-as évek elején szabadult fel, de abban az időben Magyarország már az osztrák-magyar dualista monarchia előszobájában volt, majd hivatalosan is ebben a keretben működött, és nem tudott védelmet nyújtani az egyre erőteljesebben kibontakozó román nacionalizmusnak a csángokra nehezedő nyomása ellen. Az első világháború végig a monarchián belül az 1867-es kiegyezés követő közös külpolitikai
politika kevés figyelmet tudott fordítani a csángokra, azt követően pedig sem a trianoni békadiktátummal megrendített Magyarországon, sem a román fennhatósága alatt az ország belül kisebbségben élő erdi magyarság sem talált lehetőséget oltalmazásukra. A moldvai magyarok pedig sajátos történelmünk miatt nem alakult ki saját értelmiségük, akik sorsokat irányították volna, ezért kiszolgáltatottan sodrottak az eseményekkel. A 17. századtól a moldvai magyarságnak korán sem volt konszolidált helyzetük, legfeljebb annyiban, hogy a madifalvi székely mészárlás menekültjeivel lélegzetvételnyi lehetőséget kapott a megmaradásra, mert a 18. század végére a török háborúk és a velejáró járványok éhínség és más pusztulások nyomán utánpótlás hiány szinte elfogyott a moldvai katolikus magyarság. A 18. században érkező bújdosokból és új telepek jöttek létre, első és másodlagos migrációval feltöltöttek a már-már kipusztult magyar lakosságú települések. A háborúskodás alábbhagyásával pedig számbelileg növekedni kezdett a moldva magyarsága, de az iskoláztatás terjedésével felgyorsult az állami asszimiláció, amihez egyre erőteljesebben hozzájárult a Jászvásári Római Katolikus Püspökségnek a szeminárium létesítését követő, a romanizálódó katolikus magyar híveknek magyartalanító hatása. Elnézést. Nem folytak el tehát a moldvai magyarok, hanem a román nemzeti érdekek szolgálatában álló moldvai római katolikus papság az asszimiláció szolgálatába szegődött és felváltotta annak politikai céljait. A római katolikus magyar híveket római katolikus románokká teszi, amely szándék találkozik a Vatikán azon elképzelésével, hogy így módon közelebb kerülhetnek az ezeresztendeje szétszakadt katolikus egyház egyesítéséhez. A jászvásári klérus elhiteti velük a Szent Székkel, hogy a románság körébe terjeszti a római katolikus vallást, holott csak magyar katolikusokból faragnak erővel, híveiknek nagy szenvedéseket okozva, égbe kiáltó hazugságok közepette román nyelvű katolikusokat. A csángok tehát nem folytak el, csak megfosztották az identitásuktól a századok folyamán. A moldvai katolikus egyház megtagadta Jézus tanításait, aki azt bízta tanítványaira, hogy tanítsák a Szentírást mindenkinek a maga nyelvén. Pusztina példáján teljes képet kaphatunk a moldvai katolikus egyház és a Szentszék által tanúsított ellenállásról a magyar nyelvvel szemben. A Szentszék érdeke, hogy Romániában román katolikusok legyenek, azok kellenek, mert csak akkor lehetünk diplomáciai kapcsolatban Romániával. Mondta ezt 2006-ban a Vatikánban Pietro Parolin, akivel épp tárgyalásokat folytattam. Erre még visszatérek. A szülőfalomról egy pár adatot szeretnék elmondani, mert tényleg szóval a mai napjainkról is szeretnék beszélgetni picit, hogy milyen folyamatok vannak odahaza mi felénk. Pusztina 1764 után jött létre Moldvában a madifalvi menekültekből, szóval 250 esztendeje vagyunk Moldvában. 1990-ben 2000 lakosa volt a falunak, 700 család fizetett adót az egyháznak. A falu 99%-a magyar. Pusztinában nincs ortodox templom, egy család van ortodox, akik beszélnek magyarul. 2017-ben 1400 lakosa volt a falunak, 400 család fizetett adót az egyháznak. Szóval rohamosan csökken. 2005-től a falu szaporulata negatív. Többen halnak meg, mint születnek. A falu előregedett 1990 után. 1990 óta a határok felszabadulásával a fiatal munkaerő fokozatosan elhagyja a falut, az országot. Két lakivá válnak, a faluba építenek házakat, augusztusban, amikor van a szabadság, hazajönnek, találkozni a rokonokkal, házasságot kötnek, és az újszülötteket otthon keresztelik meg. Sok szülő Magyarországról is, ezt nem is értem, hazahozza gyerekeket, hogy az első áldozást otthon a faluba végezzék el.
Pusztinában fizetnek adót az egyháznak. Az otthoni értékrendet is követik, nagy házakat építenek otthon, és hazaviszik a szép autókat, szeretnek otthon költekezni, szóval fontos, hogy reprezentálni a sajátjuk előtt, hogy ők is valamire vitték. A gyerekeiket már magukkal viszik, ott járnak iskolába, ott, ahol épp az aktuális munkahely van, Olaszország, Spanyolország, Anglia, Írország, Magyarország. Ez már egy ilyen konszolidáltabb állapot, hiszen eleinte az úgy történt, elmentek a szülők, és a gyerekek otthon maradtak a faluban nagyszülőkre, hát síralmas volt, egész nap lehetett látni a kisgyerekeket a battyúval mennek innen-oda, mert küldözgették, hát nálam már voltál két napig, menjél a másik nagyszülőhez, és ez megszűnt, és elvitték a gyerekeket. Nehéz lenne választani, hogy mi volt a jobb, vagy melyik volt a jobb. Egyik se, de hát most a gyerekek a szülőkkel vannak. Egyház és iskola pusztinában 1990 után. Természetesen az anyanyelv használatára szeretnék rámutatni az 1989 változások utáni időszakban. 1990-2001 között háromszor történt aláírásgyűjtés a faluban magyar nyelv használatáért az egyházi szolgáltatásokban. A Jászvásári püspökség 10 évig nem is akart elfogadni a kéréseinket, és azt mondta, hogy hamisak, szóval ennyit bírt ki, de utána csak el kellett ismernie, és elkezdtünk tárgyalni 10 év után. Előtte megfélemlítéssel, zsarolással próbálták elhárítani a pusztinaiak kérését. 1998-ban a bukaresti nunciatorához fordultunk kérésünkkel. 2004-ben az első Jászvásári zsinaton részt vettünk a Pusztinai Szent István Egyesület képviseletbe, Jean-Claude Perisse nuncius úr segítségével, és elmondtuk a kérésünket a zsinaton. Eredménye az lett, hogy amennyiben magyar csoport látogat a faluba, és van magyarul beszélő papjuk, akkor hallgatatnak misét magyarul a pusztinai Szent István templomba. Szóval nagyon furfangosan a Jászvásári püspök így tudta elhárítani, szerintem a nunciusnak az alkudozását, aki mindenképp segíteni akart nekünk. 8 év alatt megértette, hogy tényleg mi bajban vagyunk, és érdemes lenne segíteni. Hát még úgy nagyon szimpatikusok voltunk neki, mivel ő svájci volt, és pont abból a kantonból, ahol én tanultam Neuchâtelből. Úgyhogy ez nagyon megnyitott sok kaput, még a Vatikánban is így sikerült elmenni. 2006. októberiben elzarándokoltunk Rómába, hogy a Szentszéknél kéréseinket, panaszainkat előadjuk a Szentatyának. Perisse azt mondta, az összes kollégája ott van a főosztályokon, úgyhogy abba segítő oda menjünk, és ennek nagyon örventünk akkor. A Vatikánban többek között Pietro Parolin bíborossal, a pápi állam külügyi vezetővel is találkoztunk, és hosszasan tárgyaltunk. Ő volt a legfontosabb számunkra tulajdonképpen, mert ő képviselte a pápát. A tárgyalás során észrevettük, jó magam vezettem a küldöttséget, a tárgyalás francia nyelven zajlott, hogy nagyon jól, ám hamisan vannak informálva a Jászvásári püspökség által, a beszélgetésben ez kiderült. A tárgyalás vége felé tartottunk, amikor az egyik asszony, hárman voltunk, megszólalt magyarul. A bíboros atya azonnal azt kérdezte, hogy milyen nyelven kommunikálunk. Mondtam, hogy magyarul, és akkor rájöttem, hogy mi a baj. Nagyon elcsodálkoztak a szentatyák, ezen ugyanis ketten voltak, mert a hivatalos tárgyalásokon van egy titkár és aki jegyzetel. Rögtön megértettem, hogy a Vatikánban is, akár a bukaresti nunciusnál 2001-ben azt a felvilágosítást kapták, hogy magyarul csak jó magam tudok, más senki a faluban. Ugye nagyon jó a román lobby a Vatikánban, higgyék el. Parolin bíboros megértette, hogy megígérte, hogy lesz pusztinában magyar nyelvű mise, mert olyan papok érkeznek a faluba, ugyanis 2006. augusztusában papcsere volt pusztinában, akik tudnak magyarul, és így magyarul is lesz vallásos szolgáltatás a templomba. Örventünk, de a faluban olyan papok vártak vissza a Vatikánból, hogy a köszönésünket is románul fogadták. Pusztinában 5 esztendeje imádkozunk, szóval azóta sincs magyar mise, de 5 esztendeje imádkozunk magyarul rendszeresen a templomba. Az irgalmasság óráját tartjuk minden pénteken délután 3 órakor, szóval van ima csoportunk, 1990 óta házaknál imádkozunk, és hát így jó nekünk, misét nagyon ritkán tudunk hallgatni.
Idén októberben egyik pénteken ki akartak küldeni a templomból, hogy az utcán imádkozzunk, nem engedelmeskedett az ima csoport. A plébános helyettes kétszer prédikált ki a templomba, hogy az ima csoport nem engedelmeskedett a papnak, nem hagytuk el a templomot az ő felszólítására. A faluk közössége előtt a kiprédikálás egy megszégyenítő eljárás, amely lehetőséget ad a közösség megosztására. Ezt nagyon jól tudják csinálni az egész Moldvában, még pusztinában csinálják a legkevésbé. A pap követői románnak vallják magukat, így próbálnak kedveskedni a papnak, megfelelni az egyház elvárásainak. A 19. századi könyvekben, amelyek a moldvai csángó magyarokról írottak, sokkal több hasonló példát lehet találni a papok zaklatásairól azokkal szemben, akik magyarul szólaltak meg, akik az adót nem fizették be. 1881-ben jelent meg először László Mihály Keleti testvéreink című könyve, amelyben sok szomorú példa van az egyház zaklatásairól, az erőteljes románosításról. Elmondhatjuk, hogy nincs új a nap alatt. Az idegen papok helyét átvették a moldvai magyar származású papok, akik asszimilálódtak, szóval a sajátjaink, akik az olasz, a lengyel papok hagyományait átvették és követik. Nagyon erősnek találom a janicsár papok kifejezést, amelyen néha illetik a moldvai katolikus papokat. Inkább sajnálatra méltóak, hogy állandóan a hazugságba kell élniük, és a hívőket is arra kényszerítik még mindig, hogy hazudjanak. Teszik mindezt az anyagi javakért és a társadalmi pozícióért. Akarva akaratlanul a középkori sötétség szép lassan oszlik Moldvában is. Ez nem az iskola vagy az egyház tanításainak köszönhető, hanem a határok felszabadulásának, amelyben rossz és jó is van egyformán. Sok fiatalnak külföldön van alkalma találkozni a karizmatikus papokkal, akik mások, mint a moldvaiak. A hazafiság érzésével, az identitás hagyomány fontosságával és kint találkoznak, és úgy érzékelik, mint értéket, mert otthon nálunk ezek nem értékek, legalábbis azt súlykolják bele mindenkibe. Moldvában, pusztinán kívül még Klézsén kérték a magyar nyelv használatát a vallás szolgáltatásokba, más falvak nem merték kérni, inkább a pap akaratát képviselik, hogy nem kell, mert nem értik a magyar nyelvet, hiszen az más, mint a csángó nyelv. A Jászvásári püspökség, és idén, azaz 2018-ban a bukaresti nuncius is, a Buendia bíboros úr azt javasolta, hogy kérjünk csángó nyelvű liturgikus könyvet a gyulafehérvári érsektől, dr. Jakubinyi Györgytől, és akkor hallgathatunk misét az anyanyelvünkön. Természetesen megírtuk, hogy nekünk tökéletesen megfelel a magyar liturgikus könyv, amelyet 2006-ban hozott magával a plébánosunk, amikor visszajöttünk a Vatikánból, csak azóta sem használja. Az iskola szerepe Moldvába az anyanyelv ápolása és megtartása lenne. Nem tudom, mennyi idő van még. Jó, 5 perc, jó. 1990 után pusztinában az iskolás gyerekek elkezdtek járni a vasárnapi tanításokra, magánházakba, vagy Csíkszeredába mentek a magyar nyelvű iskolákba. Csak 2000-ben sikerült Pusztinába és Klézsén bevezetni a magyar nyelvtanítását az iskolába, ahol heti 3 órában tanulhatnak a gyerekek magyarul. Nagy nyomásnak voltak kitéve azok a gyerekek is, ezért csak a legjobb tanulók merték kérni, hogy magyar oktatásra járhassanak. Sokkal több gyerek több moldvai faluban járt az iskolán kívüli oktatásokra, mert ott nem érte zaklatás őket. Napjainkban 26 faluban van magyar oktatás iskolában és iskolán kívül, az úgynevezett magyar házakban. 2000 gyerek tanul magyarul román nyelvi iskolákban, ezen kívül van hagyományápolás több faluban. Pusztinában, a magyar házban van felnőtt oktatás is ezeknek a kérésére. Az anyukák kérték, hogy tudják tanítani a gyerekeket, hogy tudják használni az énekeket és az imakönyveket, amelyek magyarul vannak írva. Pusztinában a legnagyobb ellenség nem az iskolai nyomás vagy az egyház nyomása, hanem a falu gyors előregedése, akik nem tudják igénybe venni az öreg otthonokat, mert drágák, és kevés van belőlük. A születések visszaesése az iskola üresen maradását jelenti. Éppen most hallottam, hogy a magyar kormány programjának megfelelően vagy lehetőséget ad arra, hogy bölcsödéket, még óvodákat építsenek Moldvába, és pusztinába is épül egy ilyen valami, de
nincs gyerek, nem tudom, hogy mi lesz. Jobb lenne öreg otthon, de hát Istenem. Moldvában a csángó-magyar falvak gyorsabban üresednek, a munkaképes fiatalok családjukkal együtt külföldre mennek dolgozni. Sem a helyi önkormányzat, sem az állam nem tud olyan ajánlatokat felajánlani, amelyek a fiatalok visszacsalogatná, vagy visszahozná a falvakba. 19. században megjelent könyvek a csángókról azt mutatják, hogy nem érdemes találgatni a jövőt illetően. László Mihály, akit méről még volt szó, 1881-ben megjelent írásába, az akkori állapotok figyelembevételével legfeljebb 30 évre tette a moldvai magyarok beolvadásának idejét. Rubinyi Mózes 1901-ben 50 esztendőt adott a csángóknak az eltűnéséig. Mint látjuk, szerencsére egyik kiváló szerzőnek sem lett igaza. Hála Istennek, még vagyunk és bízunk a megmaradásunkba. A statisztikák nem nyújtanak eligazítást a csángók számszerűsítésére, hiszen a nemzetiségüket kevesen vallják magyarnak, a népszámláláskor feltétik az igazságot, ahol etnikai csoportokról van szó. A moldvai magyarok sok évszázados kálváriájának azonban van egy pozitív hozadéka is, amely nekünk néprajzi kutatóknak óriási lehetőségeket rejt. Az elmúlt csak nem 500 esztendő során a csángok körében olyan csoportos önvédelmi reflexek fejlődtek ki, hitük és magyarságuk megőrzése érdekében, amelyek más területeken már nem lehetők fel. Mivel kénytelenek voltunk vallásunkat és az ehhez kapcsolódó szokásokat javarészt hivatalos egyházi lelki vezető nélkül gyakorolni, ezért a népi vallásosság elemei körünkben a mai napig fennmaradtak és élő hagyományként működnek. Tulajdonképpen a moldvai papjaink, én mint néprajzos, ezt pontosan tudom, fogalmuk sincs, hogy milyen népi hiedelem van a faluba a híveik között, hiszen ők románul kommunikálnak velünk, hogy ez a része nem érdekli. Ezért valóban Moldva, nyilván önök is tudják, de a filológusok, még a néprajzosoknak kincses bánya, hiszen olyan falvak vannak, ahol nem teljesen, de olyan állapotokat találunk, mint akár egy múzeumba mennénk be, és hát egy régies, archaikus világ van ott, ami lehet, hogy letűnőben van, de nem akarok proféciáskodni tegyen, de többé valószínű, hogy ezért szeretnek sokan odajárni, és jól is érzik magukat, hiszen az egy más világ, ami ott van, az máshol nincs, és általában azt szoktuk adni az embereknek, akik odajönnek, amink van. Hát nekem nagyon nehéz helyzetem van, mert én mikor pusztinai vagyok, mikor kutató vagyok, mikor földművelő vagyok, attól függ, hogy mikor. Most éppen előadó vagyok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen az előadást, és megkérdezem, hogy valakinek esetleg kérdése. Igen, parancsolj. Igen, lesz kérdés, kérem, hogy legyen szíves figyelni majd. Igen, parancsolj. Inkább hozzászólás volna. Hozzászólás. Gyakorlatilag volt alkalmam látni, de mondjuk nem a pusztinai, hanem én Szabófalvára mentem, hiszen volt egy néprajzi konferencia, volt egy Perka Mihály nevű tanár, nem tudom, ismerős a név, és a Szabófalváról próbáltunk a diákokat hozni Gyergyószent Miklósra, és akkor Pozsony tanár úr pedig Sepsiszentgyörgyre. Hát csomagokat vittünk nekik, a pap kiátkozta őket, megfenyegette, hogy felgyújtsa a házukat, ha elfogadnak valamit, hihetetlen módon viszonyultak, és majdnem az autóbuszunkat, amivel oda utaztunk, azt fel akarták gyújtani. Tehát hihetetlen magyar ellenesség van, nem a román papok, ezeket a renegált csángokat úgy átnevelik, úgy átképezik, olyan agymosásban részesülnek Jasban, Jászvásárban, hogy ezt meg tudják, hogy ennyire minden igyekezetükkel az ottani magyarság, vagyis a csángok felszámolására törekednek. Tehát ez egy nyílt állami politika. És ezért valamit tenni kéne,
egyházi vonalon is, de állami vonalon is. Persze, könnyű beszélni, de ezért Nyisztortinkát és az ottani csángókat, akik vállalják ezt a sorsot, valóságos hősöknek kell tekintenünk. És még egy dolgot. A Binder Pálnak volt egy könyve a közös múltunkról. És érdekes módon a Binder Pál a könyvébe mind a havasalföld részek, mind pedig a moldvai részek magyarságát bemutatta. A lakosság fele román, fele magyar volt. Ez a 16-17. Századról van szó. A magyarság eltűnt a városokból. Falvakon megmaradtak. De kérdés az, hogy meddig maradnak meg, mert borzasztó nehéz a megmaradásuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, parancsolj, Gyürk bácsi. Kérem szépen, azt hallottam, hogy Csíkszeredába viszik a gyerekeket tanulni. Egy szót se hallottam Gyimes Felsőlokról. Ott minden szintű oktatás folyik. Elnézést, csak ezt szeretném tudni. Igen. Amikor elkezdett működni a Felsőlaki Szent Erzsébet gimnázium, akkor nagyon sok gyerek ment oda Moldvából és Pusztinából, és nagyon sokan voltak, én személyesen én is segítettem Berszán atyának. Valahogyan utána a gyerekek nem szerették meg ott nagyon, és aki megy, az Csíkszeredába megy, de oda is kevesen mennek. Nem, szóval határozottan nem akarnak oda menni. Egy-kettő esetleg, de nem. Ez egy, és a másik, a gyerekek fogynak. Már nincs annyi gyerek, mint amikor elindult az a gimnázium. Szóval kevesebb a gyerek is. De inkább preferálják Csíkszeredát. De a legnagyobb ok az, hogy kevés gyerek van mindenhol. Igaz, hogy kevesebb mennek fel. Igen, tessék, parancsolni, kinek van még esetleg? Csodálatos költővel kezdeném, Reményik Sándor, igen, ne hagyjátok templomot, ez is iskolát. Szeretném megkérdezni, hogy a Magyar Katolikus Egyház vezérkara itt a püspöki konferenciától kezdve tettek-e valami lépést a csángok magyar nyelvi misézésért? Ugye döntés született már évekkel ezelőtt a magyar nyelv használatáról. Most nem azt mondom, hogy vegyünk rezerválist, egész Magyarország megfenyegetni a Vatikánt, mert tudjuk, hogy a katolikus egyház a félkatonai szervezetet, borzasztó fegyelem van, de úgy lehet velük bánni ezek szerint a legszélsőségesebb módon. Hallottam a Jászvásári püspöknek a nyilatkozatát pár évvel ezelőtt, amikor nem volt hajlandó megszólalni magyarul, mondta neki a riporter, hiszen tudjuk, hogy ön beszél magyarul, miért nem magyarul beszél. Szóval ezt nem lehet eltűrni, én szerintem nem akarok ötletet adni, mert lehet, hogy már lejártuk, de a katolikus egyház vezérkarára keményen rá kell menni, hogy román keresztül intézkedjenek. Jó, köszönöm. Erre nem tudom, mit mondjak, illetve tudom, mit mondjak, de inkább nem mondanám. Természetesen én első perctől azt megértettem, hogy nekünk Jászvásárhoz kell menni, papi, mi oda tartozunk, ha tetszik, ha nem. Én hiába megyek Gyulafehérvárra, de teltek, múltak az évek, és 2009-ben valahogyan felvette a kapcsolatot a magyarországi bíboros Jászvásárral, és tárgyalnak. Nem régóta voltam a budapesti bíboros atyánál is, és ígért segítséget, de hogy is mondjam, ez nekünk nem is annyira segítség, hogy egy évben egyszer eljön egy püspök és misézik, de az is csak Pusztinában, máshol nem. Nagyon-nagyon, nyilván mindenkinek megvan kötve a keze lába, hiszen a hierarchia nagyon nagy a Vatikánban, és minél nagyobb valakinek a funkciója, a beosztása, annál kevesebbet tud tenni. De annyi jó van benne, hogy már van kapcsolat, van tárgyalás Jászvásár és Csíkszereda, vagy Jászvásár és Budapest között, inkább mindig a második szomszéd a legjobb. Viszont azt, amit most mindent én nem tudok elmondani, ilyen apróságokban rejlenek a nagy dolgok ott is. 1990-ben a jászvásári papok nagyon magyar ellenesek voltak, egyszerűen nacionalisták, szélsőségesek, hogy borzalmas volt, hogy kikkel kellett nekünk tárgyalni. Na, ez most megszűnt.
Úgy látszik, hogy azért a Vatikán is rájuk szólt, egyébként 2004-ben Jászfásár kapott egy elmarasztalást a diszkriminációért a Helsinki Bizottságtól, és az a Vatikán úgy meggondolta, hogy azért mégis tényleg vannak itt dolgok, úgyhogy most nincsen az a magyar ellenes tanítás a jási teológián, ebben biztos vagyok. És egy éve van egy szem olyan pap Pusztinából, aki meri vállalni a magyarságát, még akkor is a Jászfásáron tanult, és havonta Csíksomolyóra megy a misére. Szóval én azt láttam, amikor voltam a zsinatani Jászfásáron, és előadtuk a kérésünket, utána volt egy kis agapé, és oda mentünk, és több pap odajöttek, és megveregették a vállunkat, és ennyit tudtak, hogy jó napot kívánunk. Szóval együtt éreznek velünk, ők is szeretnék, de olyan nagy a félelem a papak között is, és az emberek között is, hogy én már volt olyan levelem is, amit úgy küldtem a püspökségre, hogy ne féljetek. És ez második János Pálnak volt az enciklikájának, amit tudom én. Hogy a fél a püspök, fél a pap, mindenki fél. Hát így azért nem lehet félni. De vannak változások. 2006-tól a magyarországi vendégekkel bemehetünk a templomba, imádkozhatunk. Papunk még nincsen, de hát ha lesz. Úgyhogy vannak lépések, tartjuk a kapcsolatot Magyarországgal, és a bíboros atya is tartja Jászfásárral. És már egyre több olyan pap van, akit Jászfásár megegyezésével jön Magyarországra, sőt, már egy hadnagy papunk is van, egy pusztinai beállt a katonaságba, letette az esküt, hogy szeretne menni külföldre. Köszönöm szépen. Van-e még esetleg kérdés? Én... Igen, parancsolj. Professzor úr, parancsolj. Az elmúlt századokban volt Magyarországon egy Szent László társulat, amely azóta feladata, hogy magyar papokat neveljenek, hogy a moldvai magyarságot lelkipásztorokra részesítsék. Ezek többek között tudomásom szerint az EGRI szemináriumban tanultak, és azok jutottak a 19. században is a moldvai falvakba, és ez 1944-ig működött. Azóta senkinek se volt esze arra, hogy ezt a Szent László Társulatot fölállítsa, mert ahhoz, hogy magyar papok kerüljenek Moldvába, az kell, hogy innen küldjünk papokat és kineveljünk. Köszönöm. Így van, a Szent László társulat működött Moldvába, de papjuk nekünk se nagyon volt, és azt, ahogy tetszett mondani, a Szent László társulat működött Moldvába, csinálták, most Magyarországon vannak, de oda nem nagyon nehéz bemenni, vagy bejutni Moldvába, ha az ottani egyházmegye nem egyezik bele, és ezt egyelőre nem. Én egy laikus ember vagyok, ezt sokszor elmondom, hogy nekem nagyon furcsa szerepem, ha bár folyamatosan csinálom, de ezt papak kellene felvállalják. Ezt én nekem van egy imacsoportom, én csinálhatok hülyeségeket, és már engem az egyház nem tud szankcionálni. Épp mondtam, a nunciusnak elégettek volna a 15. században, de ma attól nem félek. Szóval, úgyhogy én értem ön mit mond, de itt a papak kell lépjenek. Úgy, mint ahogy most Pusztinából van egy Nisztor Krisztián, akivel ha megyünk valahova zarándokolni, jön velünk. Aki mer evangéliumot olvasni magyarul, aki Csíksomolyra megy misézni és koncelebrál a ferencesekkel, és azt mondta, hogy rengeteg moldvai pap kérdezi, kitől kért engedélyt, és azt mondta, hogy senkitől, hogy imádkozzon, senkitől nem kér. Tehát ezt nem merik mások megcsinálni. Ez egy fura helyzet. Szóval, ha nem, nincs benne az ember, szinte hihetetlen. Engem alig értett meg a nuncius Bukarestbe, a Vatikánban sem nagyon akartak meg, illetve nem értették, hogy nem lehet misézni egy ilyen nyelven. Ez felfoghatatlan. Már amennyire. Köszönöm. Van-e még kérdés esetleg? Hozzászólás? Nincsen. Köszönöm. Akkor ugye mehetünk tovább az előadásokban. Ha jól látom, Sanz Klára Lujza következik. Gróf Széchenyi István 1813 kinyilvánított vélemény a Habsburg irodalom jövőjéről. Kérem az előadás megtartását.
Tisztelt Harai Dénes elnök úr, tisztelt Csihák György elnök úr, tisztelt hallgatóság. Gróf Széchenyi István 1813-ban kinyilvánított véleménye a Habsburg Birodalom jövőjéről című előadásommal Gróf Széchenyi Istvánnak egy fiatalkori kijelentésére szeretném felhívni a figyelmüket, amely hazánkat és a Habsburg Birodalmat érintő helyzetet illetően alapjaiban megváltoztató módjának a bekövetkeztét vázolja fel betegtársainak egy prágai kávéházban. Gróf Széchenyi István egy prágai kórházban ápolt lábadozó betegként 5 évi katonai szolgálattal a háta mögött 22 évesen jutott el olyan társadalmi életforma eljövetelének a lehetőségét előrejelző állásfoglalás megfogalmazására, amely elhangzása idején a nem előrelátók, gondolkodók számára elkövetkezhetetlennek tűnhetett. Számára azonban ez a kijelentés reális következtetés megnyilvánulása volt a meglévő, uralkodó politikai helyzet állapotának megfelelő értékeléseként a Habsburg Birodalom és Magyarország helyzetét illetően. Magyarország helyzete a Habsburg Birodalomban tárgyalt időszakunk 1791-től 1813-ig terjedő időre vonatkozóan ugyan nyugtalan, sok problémával terhes volt. Az önállóság és a szabadság elnyerésének a lehetősége sokoldalú megközelítéssel estek latba, és a végrehajtás módozatai is több irányúak voltak. A Napóleon által felkínált szabadság és önállóság megvalósíthatóságának a lehetősége, amelyet 1809. május 15-én a Schönbrunnban kiadott kiáltványában felvázolt, elhalványult, sokak számára ellehetetlenült. Tekintve, hogy a Habsburg Birodalom a franciákkal több háborút viselt, a területi kérdések megoldására Magyarország is érdekeltté vált a háborúkban való részvételre. Első Ferenc császár már 1808 nyarától készült az újabb háborúra Napóleon ellen, amelyhez 1808. szeptember 3-án megnyílt Magyar Országgyűlésen kedvező támogatást nyert. Az újabb háborús veszély háttérbe szorította a nemzeti sérelmeket. A diéta 20 000 újoncot szavazott meg, és kilátásba helyezte annak a lehetőségét is, hogy még növeli ezt a létszámot, ha szükséges. A vármegyékben megkezdték a hadra szervezhető nemesek összeírását és vagyoni helyzetüknek a felmérését. Ezekből az összeírásokból az is kiderült, hogy az európai átlaghoz mérten Magyarországon nagyon sok a nemes ember, viszont az anyagi színvonala nagyon alacsony. Erre az időre a nemesség jelentős része szembefordult a franciákkal, a kezdeti időkben kialakult szimpátia ellenére. Annak a lehetőségnek a veszélye, hogy az új rendszer az egész feudális berendezkedés megsemmisülésével fenyegethet, háttérbe szorította a nemzeti sérelmeket. Kétségessé vált többek számára, hogy a nemesi születési kiváltságok megmaradnak-e a Napóleon által felkínált szabadságban.
Ennek a lehetőségnek a veszélye szembefordította a nemességet Napóleon felkínált felszólalásával. Okay. Elnök úr, mit vár ettől a rendezvénytől? A évforduló meghatározza tulajdonképpen, hogy ezen a tudományos rendezvényen mivel foglalkozunk, és én azt remélem, várom is, de remélem, hogy minél több emberhez először is eljut az a tudat, hogy ezen a napon 100 évvel ezelőtt mi történt, és megpróbáljuk ennek a rendezvénynek a keretében történelmileg elemezni a múltat és annak következményeit. Snitt. Snitt. Jó. Én... Kicsit hangosabban. Hangosabban? Jó. Most. Elnök úr, mit vár ettől a rendezvénytől? A rendezvény meghatározója az időpont. Ma 100 éve annak, hogy egy nagyon fontos nyilatkozat elhangzott, ami a magyar történelem számára talán a Kárpát-medencei több mint 1000 éves fennállása alatt ennél fontosabb, nehezen mondható, hogy történt. Megszületett az első nagy határozat arról, hogy ezt az országot földarabolják, de ez a határozat nyíltan született, egy népcsoport kijelentette, hogy ő akkor viszi azt, amit neki egyébként titokban megígértek. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan történelmi esemény, ami párját ritkítja a magyar királyság történelmében, és mi ezen a rendezvényen tudományos, történelemtudományos módszerekkel megvizsgáljuk, hogy akkor pontosabban mi történt, és ennek milyen következményei lettek. Köszönöm szépen. Mondani egy pár szót a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület történetéről esetleg? Hát az korán sem annyira dicsőséges, mint a magyar királyság története, de azért szabad legyen annyit elmondani, hogy ez egy először is, hogy ez egy zürichi egyesület. Méghozzá Zürichben svájci közhasznúnak minősített egyesület. És nem tudok még egy olyan bármilyen szervezetről, intézményről, amelyről ugye Svájc azt mondta volna, hogy svájci közérdek, és például magyar történelemmel foglalkozunk, ami akárcsak hasonló tevékenységet folytatna, vagy bármikor a történelem során folytatott volna. Ezt azért tartom kiemelkedően fontosnak, mert mi nem csak magyar történelemmel foglalkozunk, mert hiszen mi itt élünk a Kárpátok környezetében, lehet, hogy 1000 éve, lehet, hogy ahogy a genetikusok mondják, talán 30 vagy 40 ezer éve, minden esetre mink ebben a környezetben élünk, a múltunk itt zajlott, és ha még lesz jövőnk, és abban bízom, hogy lesz, és van, akkor a következő talán 20-30-50 ezer évben is ez lesz az a térség, ahol nekünk magyarként meg kell maradni. Körülöttünk lévő népek, azok nekünk valamelyest szövetségeseink, társaink, barátaink, még akkor is, hogyha ezt egyelőre még ők sem látják elég világosan, de hiszen nekünk olyan a történelmünk, mert hiszen magyar író volt, aki azt írta, hogy a tót atyafiak pedig azt jelenti, hogy atyám fiai. Ez a mi történelmünk. És amit a mi történelmünk, a mi történelmi alkotmányunk nem most, hanem jó 6-700 éve írásban is megfogalmazott, azok ezek a mi testvéreink, a Szent Korona népe. Ennek a koronának a népe vagyunk, ezt mi hoztuk ide lovas műveltségünkből, ami elnyúlik innen nagyon-nagyon messze, keletre, északra, délre és nyugatra. És ebben a környezetben kell a jövőnket is élnünk, és azt gondolom, hogy ezzel a tevékenységgel, amit mi folytatunk, amikor tehát a múltba nézünk, de tudományos alapon, ezzel tulajdonképpen a jövőnket alapozzuk. Nagyon köszönöm.
Csak nem nagyon. Lezajlott a rendezvény. Milyen végeredménnyel zárult? Hát a végeredmény majd tulajdonképpen a kiadvány lesz, ami meg fog jelenni egyrészt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hogy pontos legyek, egyetemi kiadványában, papír alapon. A másik pedig az, amikor majd megjelenik egyfelől honlapunkon, digitálisan, és ez a digitális kiadvány megjelenik a többi egyesületi, eddig 113 kiadványunk társaságában, a magyar, a svájci és az európai digitális könyvtárban, és a Magyar Tudományos Akadémia tudományok tárában. Az lesz majd az eredmény, ahol mindegyik dolgozat, mindegyik előadás nem ebben a szűk formában, hanem olyan formában fog megjelenni, ahogyan azt a szerkesztők megszerkesztik ugyan, de mindesetre alapvetően, ahogy azt az előadók majd megküldik. Ez lesz az eredmény. Én nagyon bízom abban, hogy mindenek előtt Székely testvéreink, akik onnan némi kockázatot vállalva és költséget vállalva eljöttek ide hozzánk, és elhozták azt, ahogyan ők ezt látják, ahogy ez onnan látszik, de aztán van itten Angliából, Németországból, Svájcból, Ausztriából, Kárpátaljáról, Bécsből előadás. Ezek együtt majd kikerekítenek egy teljes Trianont, egy teljes körképet arról, aminek egyik kiemelkedő eseménye volt ez a bizonyos gyulafehérvári román nyilatkozat, ahol a románok egy oldalon kijelentették, hogy akkor most egyesül Nagy Románia, és most már akkor Erdély is végre valahára oda fog tartozni. Hogy ez hogy történt, és ez miért történt, és ennek milyen előzményei voltak, ezt majd a kiadványban bőségesen tanulmányozni lehet. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Kedves Tinka, mondanál, beszélnél a csángokról. Igen, hát mint az előadásban is elmondtam, én mindig kakukk tojás vagyok, hiszen december 1-ét vannak, akik ünneplik, vannak, akik gyászolják. Hát oda-haza nálunk ez nem sokat jelent, hiszen mi Moldvában élünk, és nem csak nekünk nem jelent semmit, hanem a románoknak se. Azt, hogy tudják, milyen ünnep van. Persze itt másképp érinti az embereket, és főleg az erdélyeket, de nem. Szerintem szóval az a legjobb, hogy senki nem beszél róla, hát hogy valami van, de ez nekünk se nem ünnep, se nem gyász Moldvában. Viszont, mint elmondtam az előadásomban, és természetesen 1918 és december 1 azért befolyásolta mondjuk csángokat, és mi mindig a történelem folyamán, hiszen a Mohács volt először, amikor ott maradtunk magukra, akkor a Trianon megint ott maradtunk, és nincs az a jó háttérország. Az évek során hozzám nagyon sok vendég jár, mert én hazamentem, otthon élek, és faluturizmussal foglalkozom, és megkérdezték, hogy mivel segíthetnek. Megmondom őszintén, már keserű a lelkem annyi segítségtől, és elmondtam, hogy nekünk a legnagyobb segítség, ha van egy jó háttérország. Szóval évszázadok során ez volt a legnagyobb csapás, amikor háttérország nélkül maradtunk. A többi, hát Istenem, mindenhol van nyomorúság, van jó, van. Szóval mindig ezt szoktam mondani, azért nem örvendünk, hogy ott vagyunk, de az élet és a mindennapi kenyér az a fontosabb. Nem estétől reggelig és reggeltől estig azon siránkozunk, hogy a nyelvünk és a magyarságunk. Persze megvan annak is a helye, de élni kell. Élni kell, és a mindennapi falat az sokkal fontosabb. December 1-e nekünk nem jelent semmit. Igen, értem. Szóval, értem. Nincs, hogy ünnep, mint